Csütörtök délelőtt nagy volt a mozgás a Grassalkovics úton. Pár perccel 11 óra előtt egy Dotto is leparkolt az útszélén, amivel több tucat óvodás érkezett meg. A 60-i Turinform iroda megnyitójára gyülekeztek itt, ugyanis mától van egy fix pont a városban, ahol több nyelven készséggel állnak az érdeklődők részére, legyen szó programokról, látnivalókról vagy kirándulásokról. Horváth Riár polgármester elmondta, megalkották a fejlődő 60 programot, aminek két alappillére van, a munkahelyteremtés és a turizmus. Leszögezte, az ipari park fejlesztése jól halad, hamarosan épül a csokoládégyár is. Minden mellett pedig egyre több látnivaló van a városban. Sokakat vonz a Vadászati Múzeum, ami a 2021-es vadászati világkiállítás egyik alaphelyszíne lesz. Valódi kuriózum a három típusú 60-i ser, amit a 60-i Lajos Múzeumban csapolnak, és hétről hétre egyre népszerűbb a vadaspark. A vadasparkban most már egy-egy hétvégén akár 2-3 ezer látogató is van, és ezen látogatóknak az 50%-a már turista, és ezen belül pedig budapesti. A város most már felkerült egy turisztikai térképre, amely azt jelenti, hogy nekünk folyamatosan fejlődnünk kell. Újabb és újabb attrakciókat kell idehoznunk a városba, és egyre több turistát kell idehoznunk a városba. És azt gondolom, hogy ebben a folyamatban egy nagyon-nagyon fontos lépés az, hogy itt most közösen kialakítjuk ezt a Turinform irodát, megnyitjuk. Az irodában pedig nem csak például a 60-i, hanem az országos programokkal kapcsolatban is tudnak információt nyújtani. 60 iroda, 124. az országban. Tulajdonképpen ezzel csatlakozik egy olyan családhoz, amely egy hálózatot képez, és amely már több mint 30 éve működik Magyarországon. A Turinform hálózatnak nagyon-nagyon fontos tulajdonsága azon túl, hogy belföldi turista információt szolgáltat, hogy annak a településnek tulajdonképpen a fogadószobájává is válik, és önök meg fogják majd azt tapasztalni, hogy ez itt egy közösségi tér lesz. A szalagátvágást követően hivatalosan is megnyitott az iroda. Az óvodások elengedték a lufikat, ezzel pedig egy flashmob is elindult. Tóthpál Szilviáék, Máté Péter, Ez itt az én hazám című dalát énekelték, majd az 5-ös számú általános iskola diákjai Michael Jackson dalára adtak elő egy koreográfiát. Az irodában elsősorban információt nyújtanak a város nemzetességeiről, látnivalókról, műemlékekről, szállás lehetőségekről, ugyanakkor szerveznek városnéző programokat, kirándulásokat is. Lehet itt kapni térképeket, kiadványokat, 60-ról szóló könyveket, de vásárolhatnak 60-i sert és Grassalkovics bort is, ugyanakkor vannak jellegzetes 60-i ajándékok, mint például bögrék és hűtőmágnesek.